39. fejezet. Ventress, Boss és Dooku minden erejüket összekaparva igyekeztek a cél felé. A Peigér torony kezdetben csak egy hatalmas, természetes kristály alakzatnak tűnt. A bolygó felszínén több ezen hasonlót lehetett látni. De ahogy közeledtek hozzá, Ventress felfedezte, hogy valakik ügyesen kiválták a képződményt. És helyiségeket alakítottak ki benne. Az egész csillogott, de a napfény helyenként ablakokon és fegyvereken csillant meg. Csak ugyan toronnyá alakították egy olyan helyé, amely képes volt gyilkolni, és amelynek mélyén pusztító terveket szövegettek. Ventress izzó gyűlölet szállta meg, amiért valakik erőszakot tettek egy ilyen különleges, ártatlan és gyönyörű valamin. Mostanra már elég közel jártak hozzá, de mielőtt a toronyban tartózkodók felfedezték volna őket, Dooku megint meg akart állni. Most mi van? Kérdezte Ventress. Nem tűnhetek gyengének, felelte Dooku. A toronyban főleg droidok szolgálnak, de van ott egy-két élőlény is. Boss, segíts egy kicsit. Ventress összefonta a karját a keblén és figyelt. Mindeddig abban reménykedett, hogy Dooku elvérzik a hosszas gyaloglás alatt. És akkor ő és Boss azzal térhetnek vissza a Jedikhez, hogy elvégezték a feladatot. Aztán, amint a dolgok lenyugszanak, megszökhetnek, ahogyan tervezték. Ám sajnos, Dooku ebben a tekintetben is ugyanolyan makasnak bizonyult, mint más területeken. Kanakur ragaszkodott az életéhez. Boss segített neki levágni az ingéből a legvéresebb darabokat, illetve úgy elrendezni a köpenyét, hogy a lehető legjobban takarja a sebet. Ventress ez alatt folyamatosan átkozódott magában. Így már jobb, állapította meg Dooku. Hol marad a köszönöm? Csattant fel Ventress, mert nem tudta megállni, hogy ne szólaljon meg. A gróf megvető pillantást vetett rá, majd kihúzta magát és elindult. Ventressnek el kellett ismernie, hogy Dooku nem látszott, hogy megsebesült. A férfi valóban a megtévesztés mestere volt. A torony töve körül álló hatszögletű kristálytömbök között több száz harci droid örködött. Ventress elfogta az idegesség, amiért ennyi fegyvert csőszegeződött rá egyszerre. Ne lőjetek, kiáltotta Dooku, és lassan kisétált a kristályerdő egyik nyílt területére. Én vagyok az, az uratok. Dooku gróf, mondta egyszerre vagy 10 droid, majd hangos csattogás és csörömpölés hallatszott, amikor az összes gép tökéletesen egyszerre leeresztette a fegyverét. Ez már megfelelőbb mód arra, hogy üdvözöljétek a gazdátokat, jelentette ki Dooku. Most pedig vezessetek a vezérlőbe. És ők? Kérdezte az egyik droid, és a gróf társaira nézett. Ventress megfeszítette az izmait. Ennyi droidot nem győzhetett le, de nem volt hajlandó harc nélkül feladni. Ha Dooku árulást tervezett, ez volt a megfelelő pillanat, amikor minden az ő könyörületén múlt. Igen, ők velem vannak, felelte habozás nélkül Dooku. Ventress ellazította az izmait, és fellélegzett. Vettem, uram, közölte a droid. Erre parancsoljon, uram! Ventressnek folyamatosan bizsergett a bőre attól, hogy egy szeparatista erőd mélyén jár. Erős késztetést érzett, hogy ketté vágjon minden droidot, amit meglátott. Bár tudta, hogy mire végezne, aligha nem teljesen kimerülne. Viszont ő és Boss együtt lennének, és elmenekülhetnének ettől az egésztől. A Jediktől, a szeparatistáktól, Dookutól, mindentől. És az megérni a sok fáradtságot. Követték Dookut egy felvonóhoz, ami felvitte őket az egyik legfelső szintre, ahol jókora terembe érkeztek. A padlótól a mennyezetig érő hatalmas ablaksor 270 fokos körében biztosított kilátást. Még szabad szemmel is kilométerekre lehetett ellátni, és Ventress a különféle műszerek és berendezések zúgását hallgatva gyanította, hogy a szeparatisták erről a helyről ellenőrizhetik talán a Christopsis teljes felszínét. A bolygó egyedülálló anyaga tökéletes átszázást biztosított Dookunak ehhez a fontos bázishoz. A teremben zümmögő és beszélgető droidok egyből elhallgattak, amikor Dooku belépett.
Voss és Ventris kissé lemaradva követte a grófot. Ventris a férfira nézett, de Voss csak is Dugut figyelte. Ventris azon kezdett töprengeni, hogy Voss talán kezdi meggondolni magát. És remélte, hogy így van. Uram, szólalt meg az egyik droid, Darth Sidious keresi önt, azt mondja sürgős. Sürgős? Valóban? Mordult fel Dugu. Kíváncsi vagyok, hogy mit akar. Azonnal beszélek vele. Voss és Ventris felé pillantott, és odaszólt nekik. Ti ketten itt várjatok. Dugu azzal elfordult, és besietett egy a felvonó állomás melletti ajtón. Voss azonnal besurrant mögötte a helyiségbe, anélkül, hogy Ventrisre nézett volna. Ventris mindkettejükre haragudott, és követte őket, mialatt az ajtó csukódni kezdett. Sötét kamrába érkeztek, csak a középen álló holaasztal adott némi fényt. Dooku ingerülten fordult a hivatlan vendégek felé, és rájuk förmett. Azt mondtam, odakint várjatok. Ki van zárva? Közölte határozottan Voss. Ha jól emlékszem, valami bemutatást emlegettél. Belépett az ajtó környékére vetülő árnyékokba, és intett Ventrisnek, hogy menjen át a holóasztal másik oldalára. Ventris behátrált egy sarokba, és a karjával eltakarta hófehér arcát, arra az esetre, ha Sidious megfordulna. A másik kezével a fénykardját markolta. A grófon látszott, hogy tiltakozni akar, de ebben a pillanatban megjelent egy hologram. Dooku térdre vetette magát, és lehajtotta a fejét. Ventris látta már Darth Sidious-t, de az arcát még sosem pillantotta meg. Úgy tűnt, ezúttal sem fogja. A titokzatos alak csukját viselt a fején, elrejtette az arcát még most is, amikor tudomása szerint csak Dukuval beszélt. Darth Tyrannus, mondta csikolgó hangon Sidious. A hang hallatán Ventris megborzongott. Ezt a férfi teljesen átította az erős sötét oldala. Ventris gyanította, hogy Voss, de talán még Dooku sem fog olyan mélységig ereszkedni, mint Sidious. Még szorosabban markolta a kardját, és mozdulatlanná merevedve várt. Mester, felelte Dooku, és Ventris valami olyasmit hallott ki a hangjából, amit még soha. Alázatot. Eltűntél egy időre. Bocsánatodat kérem, nagyuram. A köztársaságiak rövid időre őrizetbe vettek, de sikerült megszeknem tőlük. A köpenyes alak kissé megmozdította a fejét, és felmordult. Ki van veled? Ott az árnyékban. Voss lépett egyet előre. Ő az új orgyilkosom, válaszolta Dooku, kissé elbizonytalanodva. Orgyilkos, ismételte a szót Sidious, és a hangjából ezúttal rosszallás és fenyegetés érződött. Tudod, mit érzek azok iránt a segítők iránt, akiket te alkalmazni szoktál? Nem fog gondot okozni, állította sietve Dooku. Az biztos, mormolta Darth Sidious, de nem mondta el, hogy miért biztos ebben. Dooku gyorsan másik témára tért át. Itt a Kristaps viszont túlságosan vételenek vagyunk. Biztonságos helyet kell találnunk. Tudná küldeni egy hajót, mester? Rövid szünet következett. Talán, mondta aztán Darth Sidious, és azzal a hologram eltűnt. Ventris lassan kiengedte a levegőt a tüdejéből. Az orgyilkosod? Csattant fel Voss. Dooku azonnal visszaváltozott a gőgös és lenéző önmagává. Mi más mondhattam volna neki? Hogy a riválisa vagy? Mielőtt Voss felelhetett volna, hangos dübörgés hallatszott, és az egész torony megremegett. Mi volt ez? Kiáltotta fel meglepetten Dooku, közben az ajtóhoz sietett és kinyitotta. Az irányítóterem romokban hevert. Az ablakok szilánkokra robbantak, akárcsak az egyik oldalon a vezérlő pultok. A padlón gyönyörű kristálydarabok hevertek. Lángok táncoltak mindenfelé, és maró füst kezdte betölteni a helységet. Az egyik ablaknál droidok lövöldöztek, aztán Ventris hirtelen meglátta a gyadi cirkálót, ami éppen visszatért a második csapáshoz. Hasra! Kiáltotta Voss, mire Ventris és Dooku a padlóra vágta magát. Ventris nyomban felkönyökölt, és a bal kezével hárította a felé záporozó törmeléket.
A torony megint megremegett, majd hevesen megrándult. Hol a lépcső? Kérdezte Vosz, és megrázta Dukut. Erre, válaszolta Duku, majd talpra állt, átment a felvonóval szembeni ajtón, Vosz és Ventris pedig követte. Egy viszonylag tágas csiga lépcsőn futottak lefelé, ám Ventris azonnal tudta, hogy túl sok időbe fog telni, hogy leérjenek. Felkészült a fájdalomra, elrugaszkodott, és egyszerűen leugrott egy messze alatta lévő részre. A leérkezés pillanatában éles fájdalom hasított a sérült lábába, de sikerült megállnia, hogy ne ordítson fel. A következő pillanatban örömmel hallotta, hogy Duku nem tudott uralkodni magán. Mind a hárman újra és újra ugrottak, így gyors iramban haladtak lefelé. Ventris csak azt remélte, hogy elérik a kijáratot, még mielőtt a Jedik a fejükre omlasztják az egész tornyot. Ez nem helyes. Az erőtlen, vékonyka hang nem hagyta nyugodni Obi-Want. Folyton betolakodott a gondolataiba, szelíden, de konokul. Melyik rész nem helyes? Kérdezte magától. Hogy mind a hármat megöljük, még Ventriszt is, aki segíteni próbált nekünk? Vagy az, hogy rendes tárgyalás nélkül végzünk Vosszal? Netán az, hogy elküldtük Vosszt, hogy végezzen Dukuval? A levegőben a komp és az AC-170-esek, amiket Kenobi rendelt ide erősítésnek, folytatták a légitámadást, mielőtt a felszínen tucatnyi klón kísérte őt és Anakint. Tűz! Parancsolta Anakin. A klónok engedelmeskedtek, aztán gránátokat hajítottak a torony alapjánál összegyűlt droidok közé. A csapás leterítette csak nem az összes harci gépezetet, míg az ágyuk óriási lyukakat szakítottak a kristályfalakba. Narancsárga lángok törtek fel sok helyen, és fekete füstöt bocsátottak a máskülönben tiszta, kék égre. Nagyobb tűzerő kell, kiabálta Anakin. Vessük be a lépegetőket. Ez nem helyes. Obi-Wan hirtelen nem tudott tovább ellenállni a szelíd biztatásnak. Anakin, vissza kell vonulnunk, szólt oda az ifjú Jedinek. Ha tovább tüzelünk, nem fogják túlélni. Anakin meglepetten nézett a mesterre. Hallottad, mit mondott Windu mester, felelte éles hangon. Mindenkivel végzünk, aki az utunkba kerül. Tudom, hogy mit mondott, válaszolta Kenobi, de azt gondolom, hogy ha van rá lehetőség, jobb lenne élve elfogni őket. Azt javaslom, hogy vonuljunk vissza. Anakin összehúzta a szemöldökét, és határozottan kijelentette. Nem fogom megszegni Windu mester parancsát. Különösen nem Dukuért, egy árulóért, és egy... Az utolsó szavait elnyelte a lépegetők dübörgése. A gépek egyszerre nyitottak tüzet a torony egy bizonyos pontjára. Fősiketítő recsegés hasított az általános csatazajba. A torony keresztben megrepett, mintha egy láthatatlan óriás megtörte volna. Aztán a felső kétharmada dőlni kezdett, lassan, de megállíthatatlanul, majd egyre gyorsulva a felszínre zuhant. A tüzelés folytatódott, a töltetek immár a belső helységekbe csapódtak be. Füst tört fel, porrá vált kristály sziporkázott a levegőben, és vagy tucatnyi helyen keletkezett tűz. Meg kell keresnünk őket, harsogta Kenobi, és köhögnie kellett a por miatt. Még bent vannak.